Tudja, a kapcsolatunk sokáig ócska volt. Illetve szar. A fiúnak nagyon kicsi a farka. Nincs rajta hús, és ez engem zavart. Ugyanis mielőtt megismerkedtünk, nekem csupa elég nagy farkú pasim volt. És azt gondoltam, akkor jó egy farok, ha ilyen, ha vastag, ha hosszú, stb. És mikor megkért, hogy szopjam le, én azt mondtam, vidd innen ezt a szánalmas gilisztát. És úgy éreztem, mégis valami nagy dolog van köztünk. A lényeg az, hogy most sokat dugunk. Nem ülhetek a farkára, mert leesem róla, de hogyha hátulról csinálja, nem tudom, akkor mintha érezném is. Vagy csak a szőre dörzsölődik a gátamhoz, de mindegy. Úristen. Ja, amikor letolta a gatyáját, azt hittem, vaginája van. Igen. Egy pillanatig én is. Akkora a pöcse, mint egy katica, de legalább nem szégyelli. Túl gyorsan álltam fel. De nem is vagyok egy átlag ember. Eleven rossz az.